Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Mai szentmisét fölajánljuk elhunyt János édesapáért továbbá. Tegnap este hunyt el Imre, aki Székesfehérváron élt, halva fekszik, 40-es éveit járta, gyászolja őt a családja, édesanyja, ő érte is imádkozunk. És a családjáért is, hogy az Úr, amit ő hagyott maga után, azt a Szentlélek, a vigasztaló Szentlélek kitöltse, és békét adjon nekik is, illetve az elhunytnak is. Mai szentmisét skóciai Szent Margitról imádkozzuk. Ő is egy magyar származású szent volt. Vasárnap volt a magyar szentek és boldogok emléknapja, de mivel ugye vasárnap volt, ezért nem arról vettük a szentmisét, de hát őróluk is megemlékezünk ilyen esetekben. Skóciai Szent Margit 1045-ben született a mai Mecseknádast határában lévő Várhegyen. Szülei Edvárd menekült angol herceg és Ágota Szent István király lánya voltak. Margit 12 éves volt, amikor apja hazatérhetett és magával vitte családját. Ott férjhez ment, harmadik Malcolm skót királyhoz. Hatására férje levetkőzte vad természetét. Margit tevékenyen részt vett az egyház életében is. Jótékonyságát az egész nép tapasztalta. Az imádság és vezeklés volt mindennapi kenyere. Meghalt 1093. november 16-án. A szentmise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vetkeztél, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Kegyelmez, Kriszus kegyelmez, Uram
Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, te skóciai Szent Margit szívébe igen nagy szeretetet adtál a szegények iránt. Közben járására ad, hogy példája szerint éljünk, és bennünk a te jóságodat ismerjék fel az emberek. A mi Úrunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecka jelenések könyvéből. Én, János, látomásban láttam, hogy kapu nyílt az égen, és hangot hallottam, amely olyan volt, mint a harsona hangja. Így szólt. Jöjj fel ide, megmutatom neked, aminek ezután kell megtörténnie. Nyomban elragadtatásba estem. Íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Az ott ülőnek tekintete a jáspis és a kardeodrágakő ragyogásához hasonlított. A trón felett smaragd színhez hasonló szivárvány ívelt. A trón körül 24 szék volt, a széken 24 vén ült, fehér ruhába öltözve, fejükön aranykorona. A trónból villám és mennydörgő szózat tört elő. Hét fákja égett a trón előtt, Isten hét szelleme. A trón előtt kristályhoz hasonló, üvegként csillogó tenger terült el. Középen a trón előtt és a trón körül négy élőlény elől-hátul csupa szem. Az első élőlény oroszlánhoz hasonlított, a második tulokhoz, a harmadiknak emberhez hasonló arca volt, a negyedik szárnyaló sashoz hasonlított. Mind a négy élőlénynek 6-6 szárnya volt, körös körül és belül csupa szem. Éjjel-nappal szüntelenül kiáltották. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki eljön. Miközben az élőlények dicsőséget, tiszteletet és áldást zengtek a trónon ülőnek, az örökkön örökké élőnek, a 24 vény leborult a trón ülő előtt, és imádta az örökkön örökké élőt. Letették koronájukat a trón elé, és így kiáltottak. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy Tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom. Mert Te alkottad a mindenséget, akaratod hívott létre és teremtett mindent. Ez az Isten igéje. Szent, szent, szent az Úr Isten, Ő a mindenható. Hatalmas
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus Jeruzsálemhez közeledett. Sokan azt hitték, hogy hamarosan megvalósul az Isten országa, ezért a következő példabeszédet mondta nekik. Egy előkelő ember messze földre indult, hogy ott királyi méltóságot nyerjen, és úgy térjen vissza. Magához hívta 10 szolgáját. 10 minát adott nekik, és így szólt. Kereskedjetek vele, míg vissza nem térek. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért követséget küldtek utána, és tiltakoztak. Nem akarjuk, hogy ez legyen a királyunk. Az előkelő ember mégis elnyerte a királyi méltóságot, és hazatért. Ekkor hivatta szolgáit, akiknek pénzt adott, hogy megtudja, ki mennyit szerzett vele. Előlépett az első, és így szólt. Uram, minát 10 minát hozott. Erre azt mondta neki, jól van, derék szolgám, mivel a kevésben hűséges voltál, 10 város kormányzását bízom rád. Jött a másik szolga, és így szólt. Uram, minád 5 minát hozott. Ennek azt mondta, te 5 város kormányzója leszel. Jött a harmadik, és így szólt. Uram, itt a minád. Kendőbe kötve elrejtettem. Féltem ugyanis tőled, mert szigorú ember vagy. Felveszed azt, amit le nem tettél, és learatod, amit nem is vetettél. Ezt így büntette meg. A magad szavával ítéllek el, hasztalan szolga. Tudtad, hogy szigorú ember vagyok, felveszem, amit le nem tettem, és learatom, amit nem vetettem. Miért nem adtad pénzemet a pénzváltóknak, hogy a hazaérkezve kamatostul kaptam volna vissza? Aztán a körülállókhoz fordult. Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Azok megjegyezték. Uram, hiszen már van 10 minája. De ő így válaszolt. Mondom nektek, mindenkinek, akinek van, még adnak, hogy bővelkedjék. Attól azonban, akinek nincs, még azt is elveszik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg a szemem láttára. E szavak után Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Ezek az evangélium igény. Kedves testvéreim, Máté könyvében van egy hasonló példabeszéd, amit Jézus elmond. Néhány teológus párhuzamot von a két evangéliumi szakasz között, vagyis a most elhangzott Lukács könyvéből felolvasott szakasz és a Máté könyvében szereplő között. Mások pedig azt mondják, hogy nem vonható különösebb párhuzam köztük, külön kell kezelni mind a kettőt. Mai evangéliumi szakaszunkat aktuálissá teszi a közelgő ünnep, ami vasárnap lesz, Krisztus a mindenség királya, fő ünnepe. A ma hallott rész tulajdonképpen folytatása az elmúlt napokban felolvasott szakaszoknak, a vak meggyógyítása, illetve a tegnap fel lett olvasva szakasznak a folytatása, Zakeus története, hát az még ugye Lukács, mint mondtam, Jerikó városába helyezi Zakeus esetét, a vak meggyógyítását Jerikóba való bevonulása elé helyezi. A mai szakasz már valószínűleg Jerikó falain kívül játszódik. Ott mondja el a példabeszédet, bár különösebben nem tudjuk, mert igazából Lukács egyetlen egy városnak a nevét jelöli meg a Jeruzsálembe vezető út során, ez pedig Jerikó. Talán azért is, hogy érzékeltesse az olvasókkal azt, hogy most már elközelgett Jézus szenvedéseinek a napja, tehát már nincs messze
attól, hogy valóban, amire készült eddig, az megvalósuljon. Mint hallottuk, úgy fejeződött be az evangéliumi szakasz, hogy folytatta az útját Jeruzsálembe, vagyis még nem érkezett oda. Mai szakasz így kezdődött, mivel már közel jártak Jeruzsálemhez. Azért is mondja Jézus ezt a példabeszédet, mert hamarosan, mint egy király fog bevonulni Jeruzsálembe. Ezt a szakaszt egyébként most kihagyjuk az idei évben, hiszen azt virágvasárnap szoktuk felolvasni. És ott meg is koronázzák tulajdonképpen, ezt is tudjuk. Most helyettesítsük be a szereplőket. A mai evangéliumi szakaszban szerepel egy főember. Nyilvánvaló, Jézust jelöli ez a főember, aki elment messzi földre, hogy királyságot szerezzen magának. Elég egyértelmű. A szolgái pedig nem lehetnek mások, mint azok az emberek, akik a tanítását megszívlelik és követik. És kamatoztatják azokat a kegyelmeket, ajándékokat, amelyeket a mennyei atya adott nekik, a képességeiket ezáltal. Meg is lesz a jutalmuk. Egyébként a jutalomról Máté evangéliumában is olvashatunk. Talán a 19. fejezetben találjuk azt a szakaszt meg, amikor Péter megkérdezi, nekünk mi lesz a jutalmunk, akik mindent elhagytak, hogy téged kövessenek. És akkor Jézus szépen elmagyarázza neki tételesen, hogy mi lesz a jutalma annak, aki őt követi. Aki elhagyja anyját, apját, testvéreit, stb. 100 annyit kap már itt a földön, és az örök élet lesz a jutalma odafent a mennyben. Aztán vannak ezek a polgártársak, akikről megjegyzi Jézus, hogy akik gyűlölték ezt a főembert. Ezért utána küldik talán a szolgáikat, hogy mondják meg neki, hogy ők nem akarják azt, hogy itt király legyen. Kikkel helyettesíthetjük be a főembereket? Nyilvánvalóan a szadduceusokkal, a farizeusokkal, az írástudókkal, azokkal a zsidókkal, hiszen a példabeszédben úgy említi a polgártársai, akik nem fogadták őt el messiásnak, nem fogadták őt el királynak, vagy majd nem fogják elfogadni királynak, amikor királyi méltósága szerint bevonul majd Jeruzsálembe. Akik elutasítják őt és a művét, a megváltást. Ezekről azt mondja a példabeszédben, hogy elég csúnya végük lesz. Hozzátok ide elém őket, és őjétek meg a szemem láttára. Hallottuk. Tehát az örök kárhozatról beszélhet itt ebben a történetben. Ha valaki elutasítja az Úr Jézus Krisztus királyi mi voltát, elutasítja úgy, mint urat, mint megváltót, azt ő is el fogja utasítani az ítélet során. Hiszen az előbb említett Máté könyvében szereplő párbeszédben, ahol ugye Péter kérdezi Jézust, Jézus válaszol, ott elmondja, hogy akik követik őt, ott fognak ülni vele egy trón, vagy a trón mellett. Ő a trónon és a többiek a trón mellett. És ítélkezni fognak Izrael törzsei felett. Tehát a mai evangéliumi szakasz számunkra azt üzeni, hogy fogadjuk el Jézust annak, akiként bemutatkozott, és akiként megjelent a világban, vagyis urunknak, királyunknak, és akkor mi is jutalmat kapunk érte, ha nem tagadjuk őt meg. Amen. Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szentasszonyok lelki nagyságának követésére.
Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között. Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze, és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Add kegyelmedet a hitves társaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére. Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd a boldog örök élet nyugalmával. Istenünk, Te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve minnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadd el néped adományait, Istenünk, és add meg nekünk, hogy míg fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, szentjeit példája nyomán megerősödjünk az ő szeretetében, és a felebaráti szeretetben, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, és újongva zengünk. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen.
Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Áldott téged, Urunk, és hitel vagyok fennállásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, skóciai szent Margittal, remete szent Pál és boldog Özséb atyánkkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen is megcsapjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vedd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség közöttünk mindenkor. Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése. Melyik a szent tervezést mondják. Jézus Krisztus szent és nem is minden leváig ítélne meg, és kárhozatomra, hanem jóságot hozzalakul lelki. Jézus
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, add, hogy a szent áldozatban megújulva kövessük skóciai Szent Margit példáját, aki téged fáradhatatlan buzgósággal tisztelt, és népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.